az, amit szeretnék veletek megosztani, az alapvetően nyilván a háborúhoz kapcsolódik, és ahhoz, hogy Mohács és Trianon után ne következzen be az a valószínű már végzetesnek bizonyuló katasztrófa nemzetünkkel, amit a mai magyarság már nem volna képes elviselni. Sajnos anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben nincs már, ennek hosszú története van, nincs már a magyarság olyan helyzetben, hogy megengedhessük magunknak azt a luxust, hogy újra fenyegessen egy Mohácshoz és Trianonhoz mérhető. Egyéb iránt csak tudjunk róla, hogy már nem is egészen három év választ el Mohács 500. évfordulójától. Izgalmasnak ígérkezik a 2026-os év, most hagyd ne menjek bele, majd ezt is érintetjük, hogy mi minden miatt ígérkezik izgalmasnak. És tekintsük ezt is egy nagyon drámai mementónak, tehát egy nagyon drámai sorsüzenetnek, hogy a következő, hát meglehetősen embert próbáló parlamenti választásra pontosan Mohács 500. évfordulóján kerül sor. Még van időnk, gyerekek, gyúrni arra, hogy legyen lelki, erkölcsi, szellemi energiánk arra, hogy ez a aligha véletlen egybeesés, vagyis, hogy ezzel az erővel akár egy harmadik történelmi tragédia is bekövetkezhetne ott 26-ban. Tehát még időben vagyunk ahhoz, hogy nagyon szisztematikusan az ilyen kis szeretett közösségekben alapvetően ez a feladatunk, elkezdjük a felkészülést arra, hogy semmiféleképpen ne következhessen be az az újabb történelmi tragédia, amit ez a magyarság már semmilyen körülmények között nem bírna el. Amikor az ember valamit jobban meg akar ismerni, akkor két dolgot tehet. Az első az evidens, hogy egyre inkább közeledik ahhoz, amit meg akar ismerni. Aztán, ha már akkor felveszi a szemüvegét, mondjuk, aztán vesz egy nagyítót, aztán mikroszkópot, és egyébként, hogy nagyon közelítsen. De tulajdonképpen van egy másik logikája is a megismerésnek, hogy amit meg akarok ismerni, attól inkább el kell távolodnom ahhoz, hogy egy olyan nézőpontból vegyem szemügyre, ahol olyan dolgokat, olyan összefüggéseket is látni fogok, amelyeket, hogyha nem látja a fától az erdőt, a magyar nyelv közmondásokban rendkívül gazdag, és ezek mind hihetetlen tanító erejűek. Tehát részben pedig el kell emelkednünk. Úgy szoktam fogalmazni, és itt ebben a kedves családi körben ez teljesen természetes, hogyha folyamatosan érintjük is a politika világát, ezt nem tudjuk elkerülni, de a feladatunk az, hogy elegánsan elemelkedjünk a hétköznapi politika anyázás technikai felszínétől, és olyan összefüggéseket is megpróbáljunk felfedezni, amelyek segíthetnek abban, hogy hát igen, mindig oda kell visszatérnünk, hogy ne lehessen a magyarságot újabb olyan történelmi tragédiákkal fenyegetni, amelyek azért is látszanak közelinek, sajnos, mert nyilván ti is érzitek, hogy valami hihetetlenül gonosz csapdában verkődik ma is Magyarország. Egy elképesztően, szóval az ellenfél, amelyet természetesen, ugye az ellenfél olyan bátor és jellemes, hogy büntető jogilag büntetni rendelte, hogyha valaki néven meri nevezni, én sem vagyok olyan bátor, de én meg aztán különösen, hogy erre kísérletet tegyek, legfeljebb majd kis csoportos foglalkozás keretében, de meg kell találnunk akkor azt a nagy ravaszul, azt a fogalomkészletet, már csak azért sem, mert ugye hát felvétel készül, aztán ki tudja, hogy ebben langzám, meglátjuk, minden a virtualitás természetesen. Tehát meg kell találnunk azt a fogalomkészletet is, nem vicc, amivel, hát különösen most, hogy megnyílt a második frontvonala ennek a háborúnak, egy egyébként teljesen jelentéktelen, mind népességét, mind területét tekintve jelentéktelen közel-keleti kis állam, talán Izraelnek hívják, tehát ugye ő részese ennek a konfliktusnak, ám amikor ez a jelentéktelen mind területét, mind
lakóinak számát tekintve jelentéktelen közel-keleti kisállammal történik valami, érdekes módon az nagyjából 5,5 másodperc múlva az egész emberiség jövőjét döntően formáló kérdéssé válik. Ez már végképp a kiscsoportos foglalkozás keretében tartozik, hogy ez miért van így, mert látszólag egy jelentéktelen entitásról van szó, és hogy egy jelentéktelen entitás 5,5 másodperccel azután, hogy történik vele valami, és az elmúlt 3000 évben hogy nem, úgy alakult, hogy mindig történt vele valami, hogy ebből hogy lesz azonnal világhatalmi, tehát a legkényesebb világhatalmi probléma, ezt lesz a legnehezebb bekapcsolni, tehát akkor én úgy gondolnám, hogy amikor a háborút meg akarjuk érteni, akkor először az eddigi, ugye az első ukrán front, mert eddig még akár reménykedhettünk ki, hogy hála a jó Istennek, most már több mint másfél éve tart a világháború, de egyelőre csak látszólag legalábbis két ország között húzódik a véres frontál zóna, és imádkoztunk azért folyamatosan, hogy ez így is maradjon. Hát ez most már nem fog így maradni, mert ugye megnyílt a második frontvonal, és ennek a második frontvonalnak a megnyílása egyúttal már előre vetíti több dimenzióban is, majd erről is szeretnék legalább vázlatosan szólni, több dimenzióban is előre vetíti a harmadik frontszakasz a Csendes óceánnál. Hát az lesz nyilván az igazi összecsapás. Mi történik ma a világban? Legalább 4 szintje van ennek a háborúnak. Igyekszem nagyon rövidre fogni, de azért mindegyikhez kell, és sűrűn nézegetem majd az időt, mindegyikhez érdemes azért néhány mondatot hozzáfűzni. A felszínen ez egy ukrán-orosz összecsapás. Ez az, ami szót sem érdemel. Ez a látványtechnika. Tehát ez a, vagy ha kicsit még nyersebben fogalmaznék, ugye minden médiaterméket el kell adni, és ennek a médiaterméknek orosz-ukrán háború a fedőneve. Tehát körülbelül ennyi. Önmagában a világon semmi jelentősége nincs. Mindkét országot addig-addig hergelték, roncsolták, pusztították, amíg egymást torkának estek. De egyikük sem a saját nevében, Oroszország sem, tenném hozzá, csak az egy kicsit komplikáltabb kérdés. Ukrajna, elég az ország nevét egy picit elemezni. Ukrajna az azt jelenti, hogy ami a határnál van, érdekes lehet egy olyan országnak az önazonosságát megfogalmazni, amit úgy hívnak, hogy hát az a, ami ott van a határnál. De hogy stílszerűen Bayer Zsoltra itt már említés történt, de minek a határánál baszki, mondaná erre neves klasszikusunk Bayer Zsolt. És akkor onnantól kezdve válik a érdekesé a történet, mert ugyan minek a határánál lenne, mint a nagy orosz birodalomnak. Na most, szóval, tehát amikor élet-halál küzdelem zajlik egy nagy birodalom és a nagy birodalom történelmi határvidéke között, tehát azért az úgy elég érdekes, tehát önmagáért beszél. Nyilván csinálva van, maradjunk ennél. Visszatérhetünk még erre a kérdésre is, de ami a legjelentéktelenebb része ennek a háborúnak, az pont az a lejátszás technikai felszín, amellyel kapcsolatban el akarják hitetni velünk, hogy az maga a háború, és nincsenek semmiféle további rétege, az van mondva, az egész globális média nyilván ezt tette magáévá, ezt a narratívát, ugye ez nagy divatos kifejezés, ami egy értelmezési keret, meg egy fogalomkészlet egysége. Tehát az van mondva, hogy Oroszországot senki nem bántotta, senki nem provokálta, csak olyan gonosz, a vezetője olyan szörnyűséges gazember, aki azzal szórakozik, hogy a másik országot és annak népét lemészárolja. Ezért a szabad népek nagy családjának össze kell fogni az egész világ, bam-bam, ezt már pontosan ismerjük, a világon semmi alapja nincs ennek. A háború csinálva van, ezerféleképpen van kiprovokálva értelemszerűen, és akkor innen merül fel a kérdés, az az abszolút jogos kérdés, hogyha a további rétegeit is szeretnénk megérteni, hogy ki és miért provokálja ezt a háborút, és ezt csak úgy tudjuk megérteni, a második, harmadik és negyedik szint már csak így válik érthetővé, hogy a világ hatalmi értelembe véve 500 éve, vagy lassan 600 éve a nyugat által van uralva.
az a valami, amit iskolában úgy tanultuk, hogy nagy földrajzi felfedezések, az valójában nem volt más, mint a modern nyugatnak az a projektje, amelynek keretében a világ minden rajta kívül eső kultúráját és civilizációját, hát akármilyen finoman fogalmazunk, kifosztotta. És ha a magát, akkoriban meg különösen, és ma európai keresztény fehér ember magának rabolt volna, az még valamennyire érthető lenne, de egyre inkább kiderülni látszik, hogy ő csak egy stróman volt ebben a történetben. Nem magának rabolt, hanem egy olyan szintnek, amit csak akkor értünk meg, hogyha a világ egészének, tehát a globális hatalom működésének három szintjét különböztetjük meg. Ma alapvetően az van mondva számunkra, meg az elmúlt évtizedekben, hogy hát van 203 ország, hát ezek közül vannak olyan nagyobb, meg erősebb országok, de egyébként ez a 203 ország teljesen egyenlő, és értelemszerűen a világhatalom úgy formálódik, hogy ez a 203 ország egymással mindenféle kapcsolatba lép. Na most ez a Dajka mese értelemszerűen. Először is ezek az országok ugyanhogyan lennének bármilyen értelemben egyenlőek. Az történt az elmúlt 600 év során, ez most már többé-kevésbé publikus, mindenki belátja, hogy így ment végbe az elmúlt 500 valahány év, hogy a nyugaton belül, mert a nyugat sosem vált egységes birodalommá. Tehát nem volt olyan, hogy a nyugat, mint világbirodalom, és ezért a nyugaton belül mindig volt egy nemzetállam, ami egy darabig, mint kiderülni látszik, nagyjából 100 évig eljátszotta a világbirodalom szerepét. A spanyol nagybirodalomra már emlékszünk, pedig nem velük, hanem még a portugálokkal kezdődött, aztán a spanyolok, aztán jöttek a hollandok, aztán a franciák, aztán Napóleon leverésében jött a brit birodalom, ez már egészen közeli, ez lényegében a 19. század, vagy 1815-től, Waterloo-tól az első világháború kitöréséig 1914-ig, és nagyjából az első világháború lezárásával mindenki számára világossá vált, hogy a brit birodalom megbukott, és itt van a hatodik birodalom, ami nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok. Az a kérdés, hogy a birodalmak miért omlanak le nagyjából 100 évenként, ez egy nagyon érdekes periódicitás, hogy majdnem pontosan 100 évig tartott az elmúlt 600 évben minden birodalom, és ebből az következik, hogy az Amerikai Egyesült Államok nevű világbirodalomnak is maximum 20 éve maradt, de lehet, hogy már csak egyetlen évtizede. Figyelem, nagyon fontos hozzátenni, hogy ez mindig csak azt jelenti, hogy a világbirodalom omlik össze, a nemzetállam nem feltétlenül. Hát ma is van Portugália, Spanyolország, Hollandia, Franciaország és Anglia, akik valamikor világbirodalomként működtek, ma meg egy egyszerű nemzet, közben sem mondjuk Portugália, vagy éppen Hollandia, egyszerű nemzetállamként. Ez Amerikával is nagy valószínűséggel be fog következni, bár egy kicsit komplikáltabb lesz, mert azért itt egy 10 millió négyzetkilométernyi, 335 milliós hatalmas országról van szó, tehát ennek az egyszerű kis nemzetállam sorba való visszasüllyedése egy kicsit macerásabbnak ígérkezik, mint az előzőeké, de nagy valószínűséggel ennek is végbe kell menni, de ami a lényeg, hogy a birodalomváltások idején mindig nagy háborúk mentek végbe a világba. És ennek van egy nagyon egyszerű oka, hogy egyik birodalom sem akar megbukni. Minden birodalom úgy gondolja, hát már leginkább a birodalom elitjei úgy gondolják, hogy jó, eddig kétségtelen minden birodalom megbukott, de én még szép, hogy örökké fogok létezni. Aztán nem így történik. Most is így van, és ráadásul még van egy fejlemény, ami nagy valószínűséggel a legfontosabb mozzanata annak, hogy 100 évenként miért is onlanak össze ezek a birodalmak, tehát szépen sorjában portugálok, spanyolok, hollandok, franciák, brit birodalom, és ennek az az oka, hogy 100 év az körülbelül 4 nemzedék, és 4 nemzedék, vagy 4 generáció elvezet a degenerációhoz. Van erről egy érdekes, közhelyszerű mondás, biztos találkoztatok vele, de érdemes ízlelgetni, hogy nehéz korok erős embereket szülnek. 1. 2. Erős emberek aranykort teremtenek.
Három, aranykorban az emberek úgy elkényelmesednek, ellustulnak, egyre súlyosabb a nehézség, összeomlik minden, újra jönnek a nehéz idők, amelyek erős emberekhez szülnek, és minden kezdődik erről. Tehát nagy valószínűséggel egy ilyen egészen kézenfekvő oka van annak, hogy 100 év elteltével miért omlik össze egy birodalom, mert a generációk degenerációba váltanak át. Annyira elbizakodottá válnak a birodalmi elitek, és annyira úgy képzelik, hogy nekik mindenféle teljesítmény nélkül jár a világ minden kincse a szószoros értelmében, tehát olyan gátlástalan élősködővé válnak anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben, csak meg kell nézni azt a szellemi káoszt, ami ma Amerikában uralkodik, és akkor mindjárt képet alkothatunk arról, hogy mi történik, és hogyha még, minthogyha szándékosan orba is akarnának pöszkölni azzal, hogy egy 80 éves, nem szenilis, inkább demens aggasztján, aki már a saját fizikai testét sem tudja összefogni, nemhogy egy világbirodalmat és a világbirodalmon keresztül az egész világot, épelméjű ember nem gondolhatja komolyan, hogy bármilyen szerepe lehet már még bármiben, de a világot ténylegesen irányító erők mégis orba pöckölnek minket, még ezzel is, azt csinálok, amit akarok. Tudnélik, van egy harmadik szintje is a világhatalmi rendszernek, lehet, hogy több is van, csak én nem bírok feljebb látni, de majd a beszélgetés során kisegítjük, vagy során kisegítjük egymást. Tehát le kell lennie egy harmadik szintnek is, amit én jobb híján birodalom kiválasztó főhatalomnak neveztem el. Mert hogy ugye gondoljatok bele, tehát vannak az egyszerű nemzetállamok, az egyszerű nemzetállamok közül 100 évenként kiemelkedik egy világbirodalom, ami aztán degenerálódik, negyedik generáció már degeneráció, de kiváltja le ezeket a birodalmakat. Nem maguktól omlanak össze, hanem kell léteznie, ezt bizonyítani nem nagyon tudjuk, de kell léteznie egy harmadik szintű titokzatos hatalomnak, amit jobb híján birodalom kiválasztó főhatalomnak nevezhetnénk. És ez a birodalom kiválasztó főhatalom elérkezettnek látta az időt arra, vagy látja az időt arra, az idő valóban elérkezett, mert tényleg degeneráltá vált az amerikai birodalom elitje, és sajnos, ahogy az amerikai birodalom legfelső elitje fokozatosan degenerálódik, egy még szívszorítóbb dolog is kiderül, hogy az a valami, amit amerikai nemzetállamnak gondolnánk, az egy tákolmány. Mert a többi legalább egy Portugália, egy Spanyolország, egy Hollandia, egy Franciaország, hát az alatt azért volt egy 1000 éves talapzat. Tehát azok valakik voltak, de fájó szívvel mondom ezt, amerikai barátainknak nyilván nem esik jól, ez egy patchwork, ahogy mondani szokták, egy összetákolt semmi, aminek a világon semmi, csak hamis, kizárólag hamis lelki, erkölcsi, szellemi értelemben egy kotyvalé, kizárólag hamis identitási, azonosulási. Nagyon fájdalmas ezt belátni, az egyszerű amerikai ugyanis, szegényke, van annyira korlátolt, hogy amikor könnyes szemmel átéli az amerikaiságát, akkor a pusztító amerikai birodalom tárgyaival azonosul, mert nincsen és nem is lehet neki valóságos önmagával való azonossága. És ez teszi igazán súlyossá a birodalom összeomlását, mert ha az amerikai birodalom összeomlik, akkor nagy valószínűséggel a most 1000féleképpen önmagát is, már most is önmagát tépi szét, pedig valójában alatta egy rendőrállam, felette meg egy globális katonai diktatúra van, és mégis már is tépi szét saját magát 1000féle dimenzió mentén az amerikai nép, idézőjelbe téve. Hát akkor gondoljatok bele, ha leomlik róla ez a birodalom, akkor mi történik, mint ezzel? Jobb is ebben nem belegondolni, ez önmagában véve is tragédia. Ám ez a harmadik szintű birodalom kiválasztó főhatalom a jelek szerint történelmileg egykedvűen és némi cinizmussal, ahogy én látom, figyeli ezeket a történéseket, és megversenyezteti egymással a még maradék szereplőket. Nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy valami csoda történik Amerikában, ugye, mint tudjuk, a csoda az egyetlen realitás, mégis nem zárhatjuk
ki egy ilyen világban a csoda lehetőségét, és ehhez analógiaként azt ajánlanám a figyelmetekbe, hogy a császárkori Róma, ami pontosan 500 évig létezett, ugye Octavianus hatalomra kerülésével, pont 500 évig létezett, pedig már az elején is egy permanens polgárháború volt. Senki, ha voltak akkori elemzők, nem jósolt volna 100 évnél többet a császárkori Rómának, ami egy permanens polgárháború volt. Ehhez képest mégis 500 évig létezett. Volt ugyan 100-120 év elteltével egy olyan év, azért gondoljatok bele, hogy a hatalmas római birodalom, és egy éven belül négy császár gyilkolt le a saját testőrsége. Na most nem tudom, érzitek-e a diszkrét báját ennek, hogy úgy mégis körülbelül milyen állapotban lehet egy olyan birodalom, ahol a legfelső vezetőt a saját legbelső, hihetetlen, magas piedesztárra emelt testőrsége mészáról le, akik nyilván csak bérgyilkosok voltak, tehát akik megrendelték ezeket a gyilkosságokat, az hát ott is a jelek szerint létezett, tehát hogy nem egy ilyen birodalom kiválasztó főhatalom, de jött egy Hadrianus, jött egy Trajanus, jött egy nagy Konstantinus, tehát mindig nyitva állt az esélye annak, hogyha valami hihetetlen erejű szellemi energia mutatkozik meg a birodalomban, akkor ez a birodalom kiválasztó főhatalom azt mondja, hogy jó, akkor akár még egy 100-120 évet megint csak adok neki. Tehát ezt se zár, ennek a lehetőségét sem lehet kizárni, noha nem nulla, csak konvergál a nullához ennek a valószínűsége, legalábbis ahogyan ma látjuk a világot. De igyekszem gyorsítani, csak ez az alapvető szerkezete annak a szemléletnek, ami esélyt ad számunkra ahhoz, hogy értsük, vagy legalábbis érteni véljük, hogy mi miért történik ebben a háborúban. A második szinten egy nagyon, és bocsánat, ugye halódni készül az amerikai birodalom, hogy mennyire halállán van az amerikai birodalom, ezt egyetlen szám mutatja meg számunkra. Van egy ilyen egyenidejű számláló, ami méri Amerika eladósodását. Ugye már többször ajánlottam figyelmet, a US National Debt Clock, hihetetlen gyorsasággal pörögnek ezek a számok. Most az elmúlt néhány év során többnyire a vagyon már kisebb volt, mint az összes adóság. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mind a kettő már 200 ezer milliárd dollár körül van. Ez Magyarország 1000 évi nemzeti jövedelme. Tehát mondjuk a etelköz óta a magyarok által előállított összes tradable goods, vagy ahogy mondják, tehát anyagi érték, megfelel meg körülbelül, tehát egy felfoghatatlan érték. Körülbelül ennyi a nemzeti vagyona Amerikának, hát azt mondjuk úgy el tudjuk képzelni, hogy ott van azért egy kis vagyonka, de ennyi az összes tartozása is. Tehát, hogyha az összes követelést egyszerre élesítenék be, akkor és elárvereznék Amerikát, akkor minden eltűnne, minden elveszne, és plusz még maradna 3000 milliárd dollár. Figyelmeztettek, hogy vannak olyan hónapok, ez kétségtelen, most is egy ilyen időszakban vagyunk, amikor, de tanár úr, nem, mert 203 ezer milliárd dollár volt a vagyon, és csak 202,5 milliárd dollár az összes tartozás, tehát nem 3000 milliárd, hanem fél ezer milliárd többlet maradna. Szóval, tehát ez egy vicc, ezt úgy lehet előállítani, hát csak gondoljatok bele, akár itt Magyarországon is, nem akar. Szóval azért az ingatlan árak nem egészen megalapozottan emelkedtek itt se. Tehát szóval a vagyontárgyak árával játszani egy birodalom számára, az aztán abszolút semmi. Tehát akkor lök egyet a tőzsdén, vagy éppen indít el egy ingatlan buborékot, amikor akar, és akkor hogy nem, egyetlen pillanat alatt mondjuk az amerikai ingatlanok értéke 5000 milliárd dollárral növekszik, pedig a világon semmi nem történt. Na, tehát a dolog lényege az, hogy a birodalomnak vége van, tehát ha egy birodalom eljut oda, hogy miközben 100 éve folyamatosan és szisztematikusan kifosztja az egész világot, mert ez történik, és a világ kifosztás ellenére 100 év után ilyen helyzetbe kerül, hogy az összes adósága lényegében nagyobb most már permanens módon, mint az összes lopott vagyona, hát az azért mindenféleképpen jelez valamit. Hogy például, hogy fosztotta ki a világot, csak egyetlen megjegyzés, hogy nehogy ez egy ilyen metafora vagy szitkozódás legyen, nem, ez számokkal is pontosan alátámasztható. Tudnélik,
amikor 27 év után felfüggesztették a dollár fix paritását az aranyhoz, ez 71 augusztusában történt, egy Nixon nevű amerikai elnök alatt, abban a 27 évben minden jegybank, például a Magyar Nemzeti Bank, mindig ugyanazon az áron vehetett aranyat az amerikai áramkincstárból. Ez 35 dollár volt egy bizonyos mennyiségű, ugye egy uncia aranyra nézvés. Tehát 27 éven keresztül az amerikai birodalom volt olyan karakán, hogy azt mondta, hogy ja, a dollár az csak egy aranyra szóló váltó. Ha nem bízol benne, abban a pillanatban jössz hozzánk, mutatod a váltódat, ezeket a zöld színű papírfecniket, amit mi dollárnak hívunk, mutatod azt, és mi kiszolgáltatjuk az aranyadat. Ám valami rejtélyes ok miatt ezt felfüggesztették, vicces módon 52 éve fel van függesztve, de csak azért, mert Amerika önhatalmulag nem léphet ki. Ez ugye is egy IMF egyesség volt, Amerika önhatalmulag nem léphet ki ebből. Na, rövidre fogva, tehát akkor 35 dollárért kaptál meg egységnyi aranyat, 40 év elteltével, és most is így van, 2000 dollárért. Na most tetszik-e érteni, hogy mi a különbség 35 dollár és 2000 dollár között? Tehát, hogyha ott 71-ben mindenki 35 dolláros áron az összes dollárját aranyra válthatta volna, akkor nem bukta volna el azt a kb. 300 ezer milliárd dollárnak megfelelő összeget, ami 40 év alatt a 35 dollár meg a 2000 dollár között van. És ez csak az egyike a kifosztásnak, de ez is 300 ezer milliárd. Tehát most Amerika teljes vagyona 200 ezer milliárd dollár, és csak ezen a szivattyún keresztül a világtól az elmúlt 50 év során, 52 év során 300 ezer milliárd dollár. Tehát csak az egyik kifosztási forma is több volt, mint az egész vagyona. Tehát úgy vagyongazdálkodási az amerikai birodalom, izgalmas lesz majd egyszer, ha hozzáférünk ezekhez az adatokhoz, megvizsgálni. Amerika, mint birodalom, tehát végveszélyben van, nincs más lehetősége, csak a háború. Ezt egyébként ez a Zbigniew Brzezinski nevű lengyel származású amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó meg is fogalmazta a 80-as évek elején, ez a programozott káosz. Tehát amikor a birodalom már bajban van, nincs már lehetősége arra, hogy konstruktív, tehát építő módon, építő és alkotó módon irányítsa a világot, akkor rombolni kell. Ez magyarul ezt jelenti, ez a program, elegáns, programozott káosz. Ez magyarul a rombolást, a pusztítást, a kifosztást jelenti. Tehát nincs más lehetősége. Nem feltétlenül azért, mert gonosz, meg gonoszok az elitek, mert nincs más lehetőségünk. Életben akarnak mindenáron maradni, hát minden, ami élő, életben akar maradni, még akkor is tudja, hogyha már agonizál, és halálra van ítélve, akkor is életben akar maradni. Tehát ne legyen semmiféle illúziónk azzal kapcsolatban, hogy az amerikai birodalom számára nincs más út, csak a háború folyamatos szítása ennek a egyre több dimenziójú háborúnak, világháborúnak a folyamatos minél inkább való kiszélesítése, és ezen keresztül annak a reménynek a beteljesítése, hogy ezen keresztül a megrettent világtól, hát ki ne lenne megrettenve értelemszerűen, hogyha egy pusztító, kiszámíthatatlan világháborúnak egyre több véres frontszakasza nyílik meg. Tehát a megrettent világ az utolsó pillanatig hajlandó lesz a már agonizáló széteső birodalmat megfinanszírozni. Abban végzetesen tévedett, ez már a negyedik szintje lenne, majd a másik kettőt hozzámond, most ugorjunk mindjárt a negyedik szintre. Azt remélte az amerikai birodalom, hogy a világ rajta kívüli része egy emberként fog mögötte felsorakozni. Miután kiprovokálta ezt a felszínen orosz-ukrán háborút, egy emberként fog mögötte felsorakozni, és ez végzetes tévedésnek bizonyult. A nem nyugati része, aminek ez a bizonyos BRICS, ugye, amit Brazília, India, Kína, Oroszország és Dél-Afrika hozott létre, ami egy szimbolikus szerveződés, értelemszerűen a nem nyugat, ahogy ez a Roger Scruton, nemrég elhunyt angol történész fogalmazott, the West and the Rest, tehát a nyugat, the West,
and the rest, tehát a reszli, ahogy mi itt német magyarsággal mondani szoktuk, ez a maradék. Igen, csak ugye ez a maradék ma már a világ népességének 80%-át teszi ki, és a világ gazdasági erőforrásainak is majdnem 40%-át, tehát reszli, de azért nem egészen lebecsülendő reszli, és mondjuk olyan jelentéktelen országok tartoznak hozzá, mint Kína meg India, és ezért nem volt mindegy az amerikai birodalom számára, hogy a világ nyugaton kívüli része, mert a nyugati részét, azt majd mindjárt erre is rátérnék, tehát az, hogy Európát a totális elnyomásba, tehát a szinte a stupiditásig tartó, vazallusi létbe lökte vissza megalázó módon. Hát ilyen Safranek emlékeztek a macska, hogy macskafogóból, tehát nagyjából Európa ma a Safranek pozíciójában van. Van ott egy kedves jelenet, amikor már ugye össze-vissza van marva a szegény Safranek, teljesen be van kötve, és akkor úgy diszkréten megkérdezi, hogy mi van magával Safranek, valami probléma? Nem, semmi probléma. Na azért, és üdvözlöm a kedves feleségét, hát már régen önnel él, mondja Safranek. Tehát, jó, tehát minden gyereke, 40 évvel ezelőtt készült ez, de azért minden ott van írás a falon, tehát ott van. Európát tényleg valami elképzelhetetlen mély szintre, lelkiek, hogy az elemi értelemben rendkívül mély szintre tudta visszalökni, de a világ többi részét nem. Ennek a bizonyos második közel-keleti frontnak pont azért kellett megnyílnie, hogy Móresre tanítsa a világ. Mert ugye hát a közel-keleten is ennek a egyik leglátványosabb szimbolikus aktusa az volt, amikor az ősi halálos ellenségeket, Szaúd-Arábiát és Irán, egyszer csak Kína jön, és a maga kedves, csak az ázsiai emberekre jellemző szerény udvariasságával egyetlen pillanat alatt kibékíti, és 5 perc múlva már nagykövetségeket is nyitnak egymással, és intim liaison kezd kibontakozni, nem is részletezem. Nyilván az amerikai birodalom számára azért ez nem jelentett osztatlan gyönyörűséget és örömet, és ez most részben a visszacsapás. Sok minden másért is, de ez a visszacsapás a BRICS szétzilálásának igénye, és a többi. Tehát ez már a negyedik szint, ahol végzetes tévedésnek bizonyult a birodalomnak az a várakozása, hogy a nem nyugat az egy emberként fog felsorakozni az amerikai birodalom között. Éppen a fordítottja történt, a nem nyugat, ezt a helyzetet elképesztő bátorsággal, mondjuk a szaúdi trónörökös bátorsággal is igen komoly tényező ebben, aki láthatólag sportot is űz abból, hogy minden lehetséges alkalommal orba fricskázza a birodalmat. Tehát pont az ellenkezője történt, ami óriási csapás az amerikai birodalom számára. Van még közben azért két elem, vagy másfél elem. Az egyik, hogy, és ennél a második szintnél, ez a háború második szintje, fel kell tennünk azt a kérdést, ami egy általánosabb összefüggést fogalmaz meg. Ugye a magunk fajtákkal természetesen mindig összeesküvés elmélettel vádoljak, hogy úgy hülyeség, ahogy van, hát micsoda képzelgések és egyebeknek egyáltalán nem is létezik az a valami, amit mi feltételezünk. Leginkább azt nehezményezik, ha azt merjük feltételezni, hogy a világnak van alanya. Egy láthatatlan, titokzatot és rejtett alanya. Micsoda hülyeség ez? A világ saját magát irányítja. A világ egy önszabályozó rendszer, válaszolják erre. Ugyan már hogy volna ilyen rejtett, meg világállam, meg titkos társadalom, beszéltek össze-vissza hülyeségeket. Ennek a világon semmi alapja nincsen. Nos, szerencsére ma már van egy olyan tudományág, a rendszerelmélet egyik leágazása, amit úgy hívnak, hogy statisztikus termodinamika, és ez azt mondja, hogy egy komplex rendszer, a világ kétségtelen komplex rendszer, ezt senki nem tagadja. Egy komplex rendszer, ha önszabályozó, akkor abban mindig a véletlen érvényesül. Hát mi más érvényesülne? Tehát, hogyha nincsen neki alanya, tehát nincsen irányítva, nincs hierarchia, akkor az egy nagyon komplex örvénylő rendszer, ahol a véletlen dönti el azt, hogy mi történik a rendszerben. Ha viszont
mondja a statisztikus termodinamika. Ha viszont azt tapasztaljuk, hogy gyanúsan ismétlődő mintázatok vannak a rendszerben, akkor okkal feltételezzük, hogy legfeljebb nem látjuk a rendszer irányítóját, de a rendszer nagyon is irányítva van. Ezt ilyen költői módon a titokzatos attraktornak nevezték el. Szóval van egy titokzatos attraktor, ami nagyon is irányítja a rendszert, csak mindent igyekszik megtenni annak érdekében, hogy ne látszódjon, ami egyébként minden hatalomnak természetes törekvése, hiszen ha látszom, akkor értelemszerűen rám lehet mutatni, interpellálni lehet, vissza lehet kérdezni, mindenféle kellemetlen, kényes helyzetbe lehet hozni. Ha viszont nem látszom, következésképp nem is létezem, akkor vagy hülye, vagy gazember, tisztesség ne esik szólván, aki felmeri egyáltalán tételezni azt, hogy én létezem, de ellenőrzése alá nyilván senki nem tud vonni. És itt a második résszel kapcsolatban azért fontos hangsúlyozni azt, hogyha egy évszázadon belül, tehát van az elmúlt 1000 év, vagy elmúlt 5-600 év világtörténete, és egyetlen évszázadon belül harmadszor ismétlődik ugyanaz a mintázat, hogy ez a bizonyos nem létező világerő egymásnak vezeti a mindenkori német és orosz birodalmat, egy évszázadon belül háromszor, mert ez most már harmadszor ismétlődik meg, és ennek keretében az első világháborúban megsemmisíti a második német birodalmat, a második világháborúban megsemmisíti a harmadik német birodalmat, ez volt az egyetlen, amelyik merészelt sorszámnevet is használni magára, ugye harmadik birodalom, meg is lett a jutalma mindennek, és most a harmadik világháborúban megsemmisíti a negyedik német birodalmat, ami hát ma 45 óta, ez végül is valamilyen értelemben nyilván a negyedik német birodalom, csak ugye szemérmesen Európába öltözött, hogy úgy tűnjön fel, hogy ő azért mégiscsak különösen az egyesítés óta, de nyilván ez a negyedik német birodalom. Tehát amikor egy világrendben, egy világhatalmi szerkezetben, amiről azt állítják, hogy önszabályozó, egy évszázadon belül egy nem jelentéktelen mozzanat háromszor ismétlődik meg, akkor bizony alapos okunk van feltételezni, hogy a rendszer nem önszabályozó. Igenis létezik egy titokzatos attraktor, ami azért vezeti egymással szembe folyamatosan a német és orosz birodalmat, mert a német és orosz birodalom hosszú távú, kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködése számára kellemetlen, sőt egy idő után veszélyes következményekkel jár. Ha pedig ehhez, mint az elmúlt 20 évben történt, ráadásul egy harmadik óriás birodalom, egy Kína nevű ázsiai birodalom is csatlakozik, és kibontakozóban van egy eurázsiai együttműködési rendszer a német birodalom, az orosz birodalom és a kínai birodalom között, amely egyetlen pillanatban tökéletesen leértékeli az amerikai birodalmat, és innentől kezdve rohamosan csökkennek az esélyei arra, hogy ezeket a kifosztó szivattyúkat működtesse, márpedig számára, mint az előbbi példából és számokból kiderül, életfontosságú a szószoros értelmében, hogy ezeket a kifosztó szivattyúkat működtetni tudja. Így teljesen értelemszerű az, a maga szempontjából abszolút logikus, hogy ki kellett egy olyan háborút robbantani, ami minimum a német és orosz birodalmat szembeállítja egymással, Európát és Oroszországot teljesen elszakítja egymástól, de, és akkor itt lép be egy olyan különös mozzanat, ami segíthet minket annak a megértésében, hogy miért kell feltételeznünk ezt a bizonyos birodalom kiválasztó főhatalmat a harmadik szinten, mert az, hogy ezzel együtt a jelek szerint egyre inkább belolóvalja magát az amerikai birodalom abba, hogy két frontos háborút folytat egyszerre Oroszország és Kína ellen is, ami logikailag is végzetes, és Kissinger már a 70-es évek elején egyértelműen egyébként a műveibe is belefoglalta, hogy az amerikai birodalom csak akkor lehet biztonságban, hogyha a kétoldalú kapcsolata Oroszországgal is, ami akkor Szovjetunió fedőnéven futott, meg a kínai birodalommal is jobb Amerikának a kétoldalú kapcsolata az oroszokkal is, meg a kínaiakkal is, mint azoknak egymással.
És ez azért nagyon elegáns megfogalmazás, mert nem azt mondta, hogy nekünk mindenképpen ellenséges viszonyt, hát tartalmilag persze ezt mondta, de nem úgy fogalmazott, hogy nekünk mindenféleképpen ellenséges viszonyt kell létrehozni Kína és Oroszország között, hanem arra kell törekednünk, hogy mi a kétoldalú kapcsolatokban jobb viszonyt ápoljunk az oroszokkal is, meg Kínával is, mint azok egymással. És ez birodalmi szempontból az egyetlen olyan igazság, ami ebben a konstrukcióban azt mutatja, hogy az amerikai birodalmi elitek lényegében programozott öngyilkosságot követnek el azzal, hogy megsértik ezt a legalapvetőbb elvet. Nem csak, hogy nem törekednek ebben a háborúban arra, hogy nekik jobb viszonyuk legyen az oroszokkal is, meg Kínával is, mint azoknak egymással, hanem éppen fordítva, szisztematikusan minden lépésükkel mindent igyekeznek megtenni annak érdekében, hogy Kínát és Oroszországot szinte összeolvassza, hogy elérjék azt, hogy most már közös hadgyakorlatok mennek végbe rendszeresen, tehát katonailag is, társadalmilag, gazdaságilag, pénzügyileg, energetikailag, és most már katonai értelemben véve is a lehető legszorosabb kapcsolat alakuljon ki Oroszország és Kína között, amivel nagy valószínűséggel logikailag az amerikai birodalom semmilyen körülmények között nem tud megbirkózni. Nincs már semmilyen értelemben akkora ereje, és nem is lehet az amerikai birodalomnak, amit ezt kibírná. Mégis minden jel arra utal, hogy egyre inkább belelovalja magát az amerikai birodalom ebbe, hogy a végső csata a Csendes-óceán medencéjében fog eldőlni, és ennek most már a katonai tényezők is, szinte minden hónapban megszólal egy katonai elemző, amely le is írja, és elég logikusan le is írja, hogy hogyan zajlik mindkét fél részéről a készülődés arra, hogy ez a nagy csata, és a Csendes-óceánnal véget érnek a csata. Jó, hát itt most nem véget érni fognak, hát ugye, aki elég öreg ember, az sok mindennel találkozott. Szóval a Csendes-óceánnál elkezdődni fognak a csaták, nem is akármilyen csaták, nincs egyelőre, hála jó Istennek, olyan sötét képzeletünk, amelyik maga elé tudja rajzolni azt, hogy hogy néz neki egy ilyen Csendes-óceáni. A valószínűsége rohamosan növekszik, de azért nem 100% értelemszerűen. És a világnak mindent, a szószoros értelemben mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ez valahogy mégis elkerülhetővé váljon. Ez a harmadik, illetve második front bizonyos értelembe véve egy kényszerítő passz. Nem biztos, hogy ezt meg akarta nyitni az amerikai birodalom, de most mégis megnyitotta, és ennek nagy valószínűséggel egy meglehetősen komplex okrendszere van, most csak néhányat sorolnék fel ebből. Először is pillanatok alatt szétrombolja, például mondjuk a szaudi-iráni együttműködést, ez viszonylag könnyű belátni, azonnal rá is nyomták a stemplét Iránra, és ugyan vészjósló módon a Fehérház úgy nyilatkozott, hogy egyelőre nincsenek bizonyítékok arra, hogy Irán van emögött a támadás mögött, de a mondat nem fejeződött be, de rövidesen lesznek bizonyítékok erre. És mivel Izrael nem is titkolta sosem, hogy a maga részéről bármelyik pillanatban kész lenne megsemmisítő csapást mérni Iránra, tehát össze-vissza kuszálja azokat a szálakat, amelyeket éppen Kína próbált kiegyenlíteni. Tehát Kína a kibékítő funkciója az egyik, ami a támadás, tehát ez a támadó ég alapvetően Kína ellen szól, részben ebben az értelemben, hogy amit Kína pillanatok alatt is látványosan rendbehozni próbált a Közel-Keleten, azt most pillanatok alatt szétveri, ez teljesen természetes. És hát van egy önmagában könnyen belátható, de mint egyedi aktus is a legvéresebb totális világháborúba torkolni tudó mozzanat, és ez az, hogyha valahogy mégis adódnának bizonyítékok arra, hogy Irán volt a felbújtó, és megkezdődik a háború valamilyen formája Irán ellen is, akkor annak a nulladik típusú, tehát az első 5 másodpercben lezárják a Hormuzi szorost. Amiből mindössze annyi következik, hogy Kínát teljes mértékben elzárják attól a részben energiától, mondjuk szaudi olajtól,
ettől természetes, meg sok minden mástól is értelemszerűen, és onnantól nem működik, nem értelemszerűen, nem működik a szuezi csatorna sem, hiszen hogyha a Hormuzi szoros lezárja, lehet ott cirkálni a Perzsa-öbölbe, de minek? Tehát épp elmélyű hajótulajdonos ezt követően nem fogja használni a Egyiptomra éppen ezért, aki egyébként ugye felvételt nyert a BRICS-be, tehát ütnek azért Egyiptomon is, ütnek Szaúd-Arábián is, hát elsősorban nyilván ütnek Iránon, tehát újra létrehoznak egy olyan tűzfészket, amit Kína már éppen, tehát Kína munkáját teljesen romba dönti, Kínát elvágják az energiától, és megnehezítenek számára még sok mindent, és ez még csak egy hosszú listának az első néhány mozzanata, hiszen rendkívül kreatív tud lenni, legalábbis a rombolásban a világbirodalom, és ilyen értelemben véve ez a lista nagy valószínűséggel még sok jelentős más elemmel is kiegészül majd. Ez tehát ennek a kiegészítő frontnak az igazi funkciója. És most ne alázzuk magunkat azzal, pláne egy plenáris ülésen, hogy esetleg latolgatjuk azt, hogy nem tudott erről az izraeli titkosszolgálat, és egy ne menjünk inkább bele ebbe, gyerekek, az elmúlt 3000 év, ez csak őrnagyelvtárs kedvéért mondom, azért arról tesz tanúbizonyságot, hogy kevés olyan dolog van, amiről ez a nem létező birodalom ne tudott volna, és elég kevés olyan dolog van, amikor ne az történt volna, amit ő akart. Szám szerint egyetlen egy alkalommal sem történt meg ez az elmúlt 3000 évben. Vagy ha véletlenül mégis megtörtént, köszönöm szépen, de inkább visszafogottak legyünk. Ha véletlenül mégis megtörtént, akkor valószínű csettintett egyet, és azt mondja, hogy ja, nem így akartam, de így még jobb. Jó, szóval tehát azért születni tudni kell, 3000 éven keresztül világhatalmat gyakorolni, ez egy elismerésre méltó, akárhogy is nézzük. Tehát nekünk ebből, hogy kellően tréfás legyek, tanulni kellene. Csak nem tudunk, mert szellemi értelembe véve ez a birodalom kiválasztó főhatalom, szellemi értelembe véve sajnos nagy valószínűséggel olyan szinten van felettünk, amire egyelőre semmiféleképpen nem látunk rá. Tehát itt vagyunk egy világháborús örvénylésnek a kellős közepén, és most már, mivel minden létező időből kifutottam, még annyit engedjetek meg, hogy azért mindennek a magyar vonatkozásáról is rejtsünk már így a beszélgetés előtt szót, mert hát azért nem teljesen mindegy, hogy ez a Magyarország nevű lokalitás a globalitásban, ami nekünk úgy mellesleg a hazánk, az hogyan vitézkedik ebben a most már egyre zavarosabb örvénylésként és az öldöklő pusztítás egyre több dimenzióját megnyitó világháborúban. Amit először is rögzítenünk kell, hogy hála a Jóistennek, az a valami, amit Fidesznek hívnak, ez így elsőre lehet, hogy talán furcsán fog hangozni, de a lelketek mélyén is pontosan tudjátok, az nem párt, hanem egy zseniálisan összerakott és működtetett nagy koalíció, amiben minimum egy tucatnyi párt van ügyesen elrejtve, nagyon helyes, és valami egészen virtuóz módon van összetartva és irányítva. Ez már valóban az a szintje a politika technikáknak, vagy a hatalom technikáknak, ami sokkal inkább művészet, mint szakma, akkor fogalmazunk így. Egyébként ennek megvan a maga története, létrejönnek a politikai pártok 90-ben, ahogy emlékeztek, ugye 6 párttal elindul a parlament, 91-ben kilép az MSZP-ből Posgai Imre, aki a népnemzetet, a baloldali népnemzetet képviselte, csak és kereste volna az MSZP-ben, csak nem találta, szegény. És kilép abban a reményben, hogy a népnemzet majd odakünn meg tudja magát mutatni. 92-ben, hát ez már személyesen átélem, mint MDF-es országgyűlési képviselő, és államtitkár, 92-ben kilép Csurka István, aki a jobboldali népnemzetet akarja kivezetni a
hát valamiből, most nem, ugye ez, mi is az a valami, amit MDF-nek neveztek, és hogyan jött létre, de ez akkor italvós buli lenne belőle, ha ilyen részletességgel tekintenék át a folyamatokat. Ő már egy kicsit sikeresebb, mert legalább azt el tudja érni, hogy egy ciklusra a parlamentbe is bekerül, ugye 98 és 2002 között a parlamentbe is bekerül az a miép, ugye az a politikai párt. Posgai gyakorlatilag teljesen elhal, pedig még Bíró Zoltán is csatlakozik hozzá, aki ugye a jobboldali népnemzetet megtestesítő MDF első elnöke volt, és abban reménykedtek, hogy akkor a baloldali népnemzet, meg a jobboldali népnemzet két szimbolikus alakja azért csak el tud valamit érni, sajnos teljesen elbuktak. És hát Csurka miépjéről is kiderült, hogy Csurka nélkül ez sajnos nem működtethető, tehát ez elbukott. Tehát 91-ben elhagyja az anyapártot, a hamis útra tévedt anyapártot a baloldali népnemzet Posgai Imrével. 92-ben elhagyja a rossz útra tévedt anyapártot a jobboldali népnemzet Csurka vezetésével, és 93-ban meghasad a Fidesz, de egy Orbán Viktor nevű ifjú nem követi el, pedig hát Posgai meg Csurka 30 évvel idősebbek, és ők elkövették a súlyos hibát. Ez az ifjú nem követi el azt a súlyos hibát, hogy ő vezeti ki a Fideszből a népnemzetet, hanem diszkréten, de határozottan a Fidesz nagy részét visszaküldi az anyapártba, aminek ezzel kezdődik a neve, és Abad Demokraták Szövetségével végződik, tehát többet hagy ne áruljak el mindenről. No, meg is lett a jutalma, mert ez szeptember-októberben játszódik le, 93-ban, és hát most csak akkor diszkréten fogalmazok, máig is őrizzük azt a fotelt, amelyben két fotel, természetesen két kis fotel, amelyben egy Orbán Viktor és egy Kövér László nevű egyének ültek szerény lakásomban 93. augusztusában, ahol kétszer volt szerencsém fogadni őket. Ezzel a legcsekélyebb mértékben sem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy nekem is részem volt ebben a folyamatban, de, és akkor itt egy hosszú kipontozott rész következik, nem követte el azt a végzetes hibát, hogy ő vezették ki, hanem visszaküldte azokat, akik nem odavalók, hogy megmaradjon, a cinikusok ezt úgy, jó, hogy megmaradjon a brand. Igen, igen, hogy megmaradjon az a valami, ami önmagá, a Fidesz, mint elnem, ez nem, ebben a globális világban, ez önmagában véve is elképesztő erejű érték. Meg is lett a jutalma, mert augusztusban, ott 93-ban, még 44%-ot jósolnak neki, az, hogy Torony magasan megnyeri a következő választásokat, és miniszterelnök lesz, mármint a Fidesz és Orbán Viktor. Ehhez képest 5,13%-kal alig tudnak bekerülni a parlamentbe. Tehát meg lett a jutalma, de végigjárta ezt az utat. És most ennek az az eredménye, hogy egymás után születnek a kétharmados többségű győzelmek, mert még egyszer mondom, ez nem egy párt, hanem egy olyan népnemzeti nagy koalíció, ami képes, hát akkor itt még diszkréteben kell fogalmaznom, nem minden ízében népnemzeti elemeket is integrálni, értjük egymást itt családi körben. Semmi baj, semmi gond. Ez a főnök, hát ez a dolga. Attól lesz a sorozatos kétharmados többség, hogy nem csak a népnemzet, kétségtelen, hát talán jobban örülnénk itt ebben a körben, ha így volna, de az a körülbelül egy tucatnyi különböző párt, idézőjelbe téve, amelynek egy elképesztő zsenialitással összerakott és működtetett nagy koalíciója az, ami sorozatba nyeri, és ez az alapvető feladat, hogy 26-ban is Mohács helyett ez történjen. De mintha ez nem lenne elég, ez a most már nem annyira ifjú, ugye, hiszen ő is elmúlt 60 éves, és ez Hunyadi János óta nem történt meg, hogy egy magyar globális hatalmi szereplővé válik. Tucker Carlson interjújának a 200 milliós globális nézettsége
diszkréten jelzi azt, hogy Orbán Viktor egy globális nagy koalíciót is elkezdett, méghozzá nem is sikertelenül felépíteni. Egy globális nagy koalíció három alapvető pillérre épül, ebből kettőt viszonylag egyszerű megnevezni, a harmadikat szívem szerint már csak kis csoportos foglalkozás keretében nevezném meg, de most különösen, hogy megnyílt a második ukrán front a Közel-Keleten, ezért mégiscsak meg kell nevezni. Szóval három pillérre épül Orbán Viktor globális nagy koalíciója. Az első pillér értelemszerűen a német nagytőke. Az a német nagytőke, aki tanult a Rothe Arme frakcióból, ami egy csinált polgárháború volt, ez teljesen egyértelmű, azzal akarták észre téríteni a németeket, hogy kus legyen, nem jöhettek ki a büntiből, és lesz még ennél csúnyább is, ha nem tértek észre, de értettek belőle a németek, észre tértek, ez a 60-as évek, mert ugye 45 után eltelik egy generáció, és a németek már szeretnének kijönni a büntiből. És Rothe Arme frakcióval jelzik nekik, hogy bocsika, de ebből a büntiből pár ezer évig még nem fogtok kijönni. Aztán eltelik egy újabb nemzedék, jön az egyesítés, és akkor Herrhausen és a többiek, Deutsche Bank elnöke alternatív elképzeléseket fogalmaznak meg a birodalomhoz képest, arra nézvést, hogy akkor az Egyesült Németország, most már negyedik német birodalomként, hogy vesz, hát most már azért csak kijöttünk a büntiből, hát ha azt is megengedtétek, hogy egyesüljünk, akkor már ki vagyunk jövve a büntiből. Érdekes módon, bár mindig három páncélozott Mercedesben utazott a Deutsche Bank elnöke, már nem egyszerre, mint a háromban, hanem senki nem tudhatta rajtok meg a sofőrjén kívül, hogy melyikben. Érdekes módon a bérgyilkos mégis pontosan tudta, hogy melyiket kell felrobbantani. Az a bérgyilkos, akit természetesen már a bérgyilkos sem találták meg, nemhogy azokat, akik diszkréten irányították ezt a bérgyilkost. Ebből a német nagytőke megtanulta azt, hogy saját jogon többé nem léphet fel. A gázvezeték felrobbantása pedig teljesen egyértelművé is tette, hogyha kedves az élete, akkor szerencsésebb dolog, hogyha valóban nem lép fel a saját nevében, de Orbán Viktor, mint szóvívő segítségével felléphet. Tehát az egyik alappillérje ennek a globális nagykoalíciónak az a német nagy tőke, amelyik 150 éves létének legnehezebb helyzetében van, a megsemmisítés szélén, és mégis megalázó módon azt kell átélnie, hogy mindenből azt sugárzik, hogy kus legyen. Még azt sem mondhatod el, hogy de hát kérem szépen én egy 150 éve létező kus legyen. Jó, tehát, és ezért Orbán Viktor az egyetlen olyan szóvívő, aki globális szereplőként ezt meg tudja jeleníteni. A másik, az a fehér, konzervatív, amerikai nagytőke, amely egyre elégedetlenebb a pusztító birodalommal, egyre határozottabban szembefordul ezzel a birodalommal, és amelynek nem a legszerencsésebb zászlója, de hát szegény ember vízzel főz, hogy stílszerű legyek, Donald Trump, ennél jobb kell, ezt azért mindnyájan tudjuk, hogy jobb szeret, de most egyelőre ennyi adódik. Ez a harmadik, és Tucker Carlson és a CPAC így keveredik ebbe a képletbe. Tehát már van három lába, és akkor hát a harmadikat valóban nagyon nehéz megnevezni, inkább mondanék két nevet, az egyik Soros György, a másik Kissinger. Talán érzékelitek, hogy a kettő nem egészen ugyanaz. És amikor Kissinger már kétszer is lenyilatkozta, hogy hát igen, tulajdonképpen amit Orbán Viktor mond, az egészen hát a magam részéről szinte teljesen elfogadhatónak tartom, akkor ezzel ennek a bizonyos nem létező világerőnek, a birodalom kiválasztó főhatalomnak egy rendkívül fontos, és most már századik évét is túllépő személyisége diszkréten jelezte, hogy hát igen, mi volnánk a harmadik pillére ennek a globális nagykoalíciónak. Most már csak az a kérdés, és ez a legdöntőbb kérdés, hogy az, hogy Hunyadi János óta először egy magyar tesz kísérletet arra, mert ő is globális szereplővé vált. Nem kereste magának a globális szereplőséget, csak abban Európának, mert ugye akkor Európa volt a világ, tehát a nyugat, mert ugye a nyugatról van szó, a nyugat akkor még Európát jelentette értelemszerűen, ma maga az egész világot, de akkor is a nyugatról volt szó, és ez a Hunyadi János
egy zseniális tervvel rendelkezett, hogy egyik fiából pápát, a másikból pedig német-római császárt csinál, mert hogyha legalább egy évtizeden keresztül a császár is, meg a pápa is magyar, akkor talán ez esélyt ad nem csak Magyarország, hanem egész Európa, az egész európai keresztény fehér ember megmentésére. Nem sikerült. Magyarország elvérzett, 1526 és 41 között sajnos végleg ledarálták, véres péppé darálták azt a valamit, ami a Szent Korona szakrális történelmi Magyarországa, és elvérzett Európa is, ami néhány száz évvel később Trianonnál vígan lakmározott a saját holttestünkből, már ami maradt ebből a történelmi Magyarországból, de lelki, erkölcsi, szellemi értelemben szarrádarált a saját magát. És ennek az alapvető, és ez a legkevesebb, amit mondhatunk Európáról, ha megnézitek lelki, erkölcsi, szellemi értelemben, hogy milyen állapotban van Európa. Anyagilag lehet, hogy sikeres volt, mert a kereszténység védő pajzsaként önfeláldozó módon a saját halálunk árán megvédtük őket attól, de lelki, erkölcsi, szellemi értelemben a legkevesebb, amit mondhatunk, hogy szarrá darálta saját magát az európai, magát még mindig kereszténynek hívő fehér ember. Ezután már nincs más feladatom, mint az, hogy végtelen hálás szívvel megköszönjem ezt az elképesztő, nem is tudom hová tenni. Én nem hallgattam volna saját magamat ilyen sokáig, de szerencsére ti nem vagytok én meg nem ti, tehát ti sokkal jobban neveltek vagytok a jelek szerint, mint én. Szóval végtelen hálával köszönöm, nem is befejezném, hanem itt inkább abba hagynám. Azzal, hogy és mi mással biztathatnánk magunkat, hogy ez ugyan végzetes és megoldhatatlannak látszó helyzet, nekünk ez mégis azt kell, hogy jelentse, hogy neki gyűrközzünk, és azt mondjuk, hogy gyerekek, innen szép győzni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.